Nobuko Imai japán brácsaművész adott kamarakoncertet a Pécsi Zeneművészeti Intézet Liszt Ferenc hangversenytermében. A most 78 éves muzsikus Mozart, Bach, Kodály és Brahms darabokat szólaltatott meg hangszerén. We are playing Mozart, violin. Mozart hegedű és brácsa duettet játszunk, ez tulajdonképpen a nyitány. Egy kicsit frissítő, egy kicsit hivogató és boldogságot sugalló darab. A műsorban egyébként még két brácsa, hegedűk, cselló, nagybőgő és zongora is szerepel, úgyhogy ez egy nagyszabású produkció. Az egyik híres darab, amit előadunk, például Bach nevéhez fűződik, a 6. brandenburgi koncert, melyben minden művész a színpadra áll. Minden darabban más formáció játszik. Elsőként például csak hegedűt és brácsát hallhat a közönség. De az utolsó zeneműben, ami Brahms C-moll zongora négyese, egy mestermű, abban már a cselló is hallható. Remélem az érdeklődők is élvezik a különböző hangszerek kombinációit, hiszen mind más-más hatást kelt és ér el. Ez az egyik legfontosabb ismérve a német zeneszerzők által komponált műveknek, amit szerintem mindenki hallhat és láthat is. Persze az előadó művészek közötti kommunikáció is elengedhetetlen. Sok dolog történik egyszerre a színpadon, de ezek mind olyan frissek, olyan spontánok. Szerintem ezek a dolgok alkotják a klasszikus német zene magját. Ránézésre talán a brácsa nem is különbözik egy hegedűtől, a két hangszer között viszont több különbség is van. A hegedű körülbelül 10 cm-rel kisebb, a brácsa tehát egy kicsit nagyobb és más a formája is. Érdekes, hogy a hegedű vagy például a cselló mind szabványméret, míg a brácsa alakjában, méretében és hangzásában is eltér a többi vonós hangszertől. Valóban hasonlít a hegedűre, de mélyebbek a hangok. Olyan, mint az éneklésben az alt, ami ugye a sötétebb, mélyebb hangfekvés. Ezért szerintem rengeteg különböző hangot tudunk megszólaltatni a brácsán. Igaz, a hegedűn is sokféle világos, magas, gyors hangot lehet eljátszani, mi pedig néha kísérő dallamokat játszunk, de sok különbség van a két hangszer között. Nobuko Imai még gyermekkorában kezdett el a hangszeren tanulni. Középiskolás voltam, amikor közel 7 évig hegedűn és brácsán is játszottam. Mivel azon az egyetemen, ahol később tovább tanultam, nem volt külön brácsaszak, ezért mindenkinek, aki ezen a hangszeren szeretett volna játszani, meg kellett először tanulnia hegedülni, hiszen szinte ugyanaz a technikája. Így aztán hegedűn tanultam tovább, de szabadidőmben, kedvtelésből nagyon sokat játszottam brácsán. Ez az időszak az egyik legkedvesebb emlékem. Akkor még senki sem érdeklődött igazán a brácsa iránt. Itt teljes szabadságot kaptunk abban, milyen darabokat játszunk el, tanulunk meg, és hogyan tesszük azt. Manapság már van külön brácsaszak, brácsatanárok is vannak, de akkoriban óriási szabadságunk volt. Engem a mai napig ez éltet, ez a szabadság, ez az alkotási folyamat. Nem először jár Pécsen a művész, korábban a Pécsi Egyetem egyik brácsa tanárával ismerkedett meg, és azóta is ápolják a jó kapcsolatot. Nagyon különleges helyet foglal el a szívemben Pécs, nagyon ragaszkodom hozzá. 10 évvel ezelőtt érkeztem ide először. Akkor találkoztam egy itteni brácsaművésszel, Emillel. Sokat beszélgettünk különféle dolgokról, rengeteget e-maileztünk. Ő számtalan brácsadarabot tud rendezni, amik közül azóta többet én is eljátszottam. Volt, hogy egy teljesen más formációra, hegedűre, csellóra írt művet alakított át brácsára. Úgy érzem, számomra ez megtiszteltetés, hogy visszajöhettem ide, Pécsre. Épp az elmúlt napokban gondolkodtam el azon, hogy olyan érzés most itt lenni, mint amikor 10 éve itt jártam. A zene az egyik legfontosabb dolog a brácsa művész életében.
Ha 6 éves korod óta játszol egy hangszeren, majd utána még évtizedekig, akkor az egy óriási része lesz az életednek. Így van ez velem is. Egyszerűen szeretni kell. Minden foglalkozás, hivatás ilyen. Mindenhez szenvedély és szeretet kell, és csak csinálod. Ezért is érzem magam szerencsésnek, hogy itt lehetek.